Tehát Egerton, megpurszi és kviszike. Hagy barátkozzon a traktorral, mindennel. Az nem árt nekik, nem? Persze. Megnézi. Kint voltunk a golyóba valamelyik nap a csikókkal, hallott. Ja, olyan szépen, az csak jó a lónak agyilag. Minden megismer. Hát, mint régen, gyere édesapa. Gyere, mert ő nem egy könnyű eset volt. Ő az Egerton Ciluka. Nem volt egy könnyű eset. Mit? Hogy jön valaki, ő mehettek Árpi, menjünk, haladjunk, ő a megpurszi, akkor meg várjátok meg, ő meg a kviszike. Igen, nagyon okos lányok ők, jaj. Van egy kis furfangjuk nekik, úgy egy picit pláne ennek a purcikának, de a másiknak is. Ott meg inkább patkolás, körmölés. Egerton szépen megadta magát. Hopp, itt a két esztergom is érkezik. Mennek most targépbe. Oké, kicsikém, gyertek. Ugyanúgy, mint előbb, tehát kis homok, nem előbb, előbb nagy homok volt, most kis homok, akkor megyünk tovább. Aztán be is hozzuk ezt a négyet, és kirakjuk a hármat. Haladunk. A létrát ne felejtsük, a orhit, te neked is egyszerbe legyen. Hogy rakjuk be a nyergesbe, és hónap jön a Gabi, azt megoldjuk a lekötést. Már egy kis tapasztalattal rendelkezve. Igen, állnak. Na, tehát érkezik Egerton Ciluka, megpurszi és kviszike. Napfényünk nincs, viszont lovacskák szépen mennek. Gyönyörűen. Jó, köszönöm. Gyula barátom meg már érkezik is a traktorral. Ez egy fantasztikus, most állítok januárba kapunk. Angliából valami speciális masinát, ami szintén nagyon jó lesz. Ilyen plusz késekkel, egyebekkel. De ma, épp mondtam a Gyulának, fantasztikus volt ma a pálya. Kim voltam, mindig sétálgatok itt, rugalmas, elasztikus volt. Jó. Hát igen, ha sok vizet kap, akkor olyan, mint a viasz, kész. Azok még ott kentréznek, mindjárt trap jönnek azok. Na gyere Gyulám! Mátra egy Gyula különben, egész családja. Galoppot szolgálta hosszú-hosszú évekig. Régi barátom. Na jó.